Piros-fehér szalag az épület előtt, a bejáratnál ellenőrzés. 37. napja tart az egyetemi blokád. Tartjuk a blokkádot továbbra is. És ez így is marad, mondta híradónknak a hallgatói önkormányzat elnöke. Évfélkor jár le az a határidő, amit az új kancellártól és rektorhelyettestől kaptak. 8 pontos ajánlatukban többek között a blokkád és a sztrájk befejezéséhez kötötték a béremelést. Az új kancellár a fizetések átutalását és a blokkád feloldásától teszi függővé. Legutóbb a HVG-nek erről azt mondta, komoly vezető nem fog egy kocsi hátulján, egy kocsmában vagy egy kávézóban úgy pénzügyi dokumentumokat aláírni, hogy az egésznek a hátteréről mit sem tud. A hallgatók szerint a járvány miatt a bérek átutalása eddig sem az épületből történt. A kuratórium amúgy is kiszervezte a bérszámfejtést szeptember 1-től az egyetem épületéből, magyarán emiatt se köti semmilyen fajta fizikai jelenlét a kancellár út arra, hogy el tudja végezni a munkáját és ki tudja a fizetéseket utalni. A szeptemberi fizetéseket péntekig kellene átutalni. A sztrájkbizottság szerint az új kancellár törvénysértést követel, ha erre nem ad engedélyt. Ez egy nagyon jogszerűtlen és egy törvénytelen lépés. Egész egyszerűen itt emberek dolgoznak, folytatódott az oktatás, folytatódik a munka, tehát a portások ellátják a portás feladatokat, a főmérnök ellátja a főmérnöki feladatokat, a sofőr a sofőr feladatokat. A Színház és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese és kancellárja szerda délután újabb közleményt adott ki. Arra kérték a hallgatókat, hogy gondolják át újra a javaslatukat, mert még nem késő. Jelezték, Szarka Gábor kancellár október 8-án reggel megkezdi a munkát az egyetem vasutcai épületében. Hogy a blokkád ellenére ezt hogyan teszi meg, arról Szarka Gábor egy korábbi interjúban azt mondta, olyan nem lesz, hogy én oda erőszakkal bemegyek, nem fogok odahívni semmilyen alakulatot, rendőrséget, teket. Karsai György az egyetem doktori iskolájának vezetője szerint egyszerű zsarolásról van szó. Először lerombolnak mindent, tönkreteszik az egyetem függetlenségét, minden hatáskörét elvonják a szenátusnak, és amikor minden jogunktól, minden lehetőségünktől megfosztanak minket, akkor utána azt mondják, és akkor mi üljünk le tárgyalni. Miről? A hallgatók ismét az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz fordultak segítségért.